Néhány hete a környezetvédelem, a környezettudatos szemlélet jegyében facsemetéket ültettek a Petőfi Sándor általános iskola kisdiákjai. A Korgálosvai Tímea, az intézmény igazgató helyettes elmondta, szeretnének pályázni az Ökó iskola címre. Minden rendezvényüket igyekeznek e köré építeni. Bár különálló programként, de ezen a héten egy újabb lépést tettek annak érdekében, hogy kiérdemeljék a címet. Elkezdjük az iskolában a szelektív hulladékgyűjtést, és úgy gondoltuk, hogy ennek az elméleti ismeretanyagát muszáj a gyerekekkel megismertetnünk, hogy miért van erre nagyon szükség. És találtunk két nagyon kedves kis mesét. Az egyik egy ilyen kis Kobold Manó család volt, akik az erdőben elhelyezett hulladékokat igyekeztek visszajuttatni az embereknek, és ennek a veszély. A másik pedig Kuka Manó, aki megesz mindenféle szemetet, és így tanítja meg az embereket arra, hogy hogyan kell szelektíve gyűjteni a hulladékot. Az itt látható kiállítás pedig ennek az elméleti feldolgozásnak egy terméke, ahol a gyerekek az élményeiket, a gondolataikat és az elsajátított tananyagot rajzos megjelenítésben valósítják meg. Az órákon tanult szelektív hulladékgyűjtős petpalackos mesékből rajzokat készítettek a gyerekek, a legszebb, a legötletesebb, a legkreatívabb alkotásokból pedig egy rajz kiállítás nyílt az aulában. Azt meséld el először is, hogy ki az a Kuka Manó és mit csinál? Hát a Kuka Manó az a mesében a szemeteket eszik, mert a gyerekek azt szétszórták a szemeteket, és megeszi. És a szemetet szereti. Én azt rajzoltam, hogy van Kuka Manó, és van egy tányérja, amire kivarakva egy kis táblája, hogy légy szíves, rak ide naponta egy szemetet. És ezzel, hogy segítse, hogy minél kevesebb környezetszennyezés legyen. Nekem az a részlet tetszett a legjobban, hogy amikor a garázsban voltak, és megismerkedtek Kuka Manóval. Mert nekem azt tetszett a legjobban, és én azt rajzoltam, hogy van a Kuka Manó, és mellette a szelektívek, meg a régi kuka, ahova gyűjtötték a szemetet. És hova kell gyűjtenünk a szemetet? Melyik a helyes ezek közül? A szelektív. Miért? Azért, hogy ne egybe legyenek, hanem külön-külön. A kiállítás megnyitójára megtelt az aula. Díjazták a legügyesebb kisdiákokat, az ünnepség pedig kitűnő alkalom volt arra, hogy átadjanak az alsós osztályoknak szelektív hulladékgyűjtőket és egy PET-palackprést. Az alsós diák önkormányzati jóvoltából természetesen, ha már elméletet tanulunk, akkor legyen hozzá gyakorlati megvalósítás is. Három elemből álló szelektív hulladékgyűjtőket vásároltunk, mert úgy gondoltuk, hogy ez az első és legfontosabb lépés, ahol a gyerekek külön a papírt, a műanyagot, illetve a kupakokat fogják gyűjteni, és egy nagy palackprés is a rendelkezésükre fog állni, hogyha vannak otthon, vagy itt az iskolában keletkező műanyag PET palackok, akkor azt lepréselve, összegyűjtve szintén teszünk, úgy érzem, a környezetért nagyon sok mindent. Az iskolában gyűjtött szelektív szemetet a megfelelő helyre viszik, például a város szerte megtalálható nagy szelektív hulladékgyűjtő szigetekbe, de vannak olyanok, amiket más fronton is hasznosítanak. A papír az a papírgyűjtéshez lesz majd egy nagyon jó alapanyag. A kupakok az itt elhelyezett kis szívecske formájú kupakgyűjtőbe fognak belekerülni, és a PET palackok azok, amelyeket majd elszállítunk osztályszinten ezekbe a szelektív kukákba, és hát ettől kezdve azt gondolom már nem rajtunk múlik, hogy hova kerülnek. A szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos, ezt jól tudják a fiatalok is. Hogy továbbra is maradhatjunk itt a Földön, és ne kelljen elutaznunk másik bolygóra, hogy ne tegyük tökre a Földet. Hogy ne szemeteljünk, mert az a veszélybe sodorjuk a világot. Az, hogy újra hasznosítják a valamelyiket, és hát mindet. A fenntarthatóság, az ökotudatos szemléletmód kialakítására a gyerekek a legfogékonyabbak, hiszen könnyebb kialakítani bennük olyan szokásokat, amik a környezetvédelmét szolgálják. Most egy kicsit igyekszünk alulról építkezve felépíteni ezt a fenntarthatósági ökoprogram sorozatunkat, mert úgy gondoljuk, hogy a legifjabb korosztállyal kezdjük. De most bevontuk már az 5.-6. évfolyamot ebbe a rajzos mesés feldolgozásba, és szép fokozatosan lesznek olyan programjaink, és majd a második fél évben egy fenntarthatósági hetünk, amiben viszont már a felső tagozat aktív közreműködésére is számítunk. A Petőfi Iskola környezetvédelmi programsorozatának következő állomása december 13-án Luca napján lesz, amikor is újrahasznosított teljes dobozokban Luca búzát ültetnek.